Látok, szép jó napot kívánok! Egy újabb Facebook fassággal jelentkezem. Hát pár héttel ezelőtt feltörték a régi akkontomat. Úgyhogy csináltam egy újat. Építkezéssel foglalkozom. Ma reggel gondoltam, megosztom az OLX-ről a hirdetésemet. És ez fogadott. Kezét csókolom. Az OLX-ről megosztott hirdetés, ami építkezésről szól, ahol adott egy fénykép, ahol egy konyha, egy csempészet konyha kifestett, konyha szekrénye, stb. Van a fényképen. A drága Facebook szerint ez egy felnőtteknek szóló szexuális tevékenységre való felajánlás. Én értem, bazd meg, hogy a kliensek basznak rá, hogy normálisan megfizessék a munkát. Mi építkezési munkások baszunk rá a kliense, hogy mit mond, de ez nem szexuális cselekvény. Na mindegy. Lássuk, mi történik. Azt mondja, hogyha többször ez előfordul, akkor korlátozhatnak. Mi a faszban korlátozhatnak? Könyörgöm. Tehát akkor hirtelen nem korlátozták azt az illetőt, aki feltörte az én másik profilomat, ahol megadtam az IP címét, megadtam a telefonszámat, megadtam abszolút mindent, hogy honnan, hova, hány órakor, stb. Megváltoztat a telefonszámomat, meg az e-mailemet, meg minden. Mai napig nem kaptam se értesítést róla, hogy intézette a Facebook valamit, se semmit, semmit. Az a profil még mindig az az orosz genyói. De mindegy, én vagyok a genyó, bazd meg, mert kimerem tenni a Public 24-ről a hirdetésemet, nem is OLX elnézés, Public 24-ről a hirdetésemet. Na, folytassuk. Bla 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 bla, világ szerte, apátok fasza. Folytassuk. Tessék, szexuális cselekmény. Mi? Ebben mi? A csemperakás? Vagy mi? A festés? Az a szexuális Folytassuk. Nem. Persze, hogy nem értek egyet a döntéssel. Mert nem lehet szexuális cselekmény az, hogyha csempét rakok. És jó, sokáig elgondolkozik. Persze, Covid, meg apátok. Úgyhogy kezét csókolom, az a helyzet, hogy köszönöm szépen, Facebook. Egy kalapszar vagy.